apósomat a kerepesi temető főváros által ajándékozott, adományozott díszsírhelyére temették, és kaptunk egy értesítést 1966-ban, hogy felszámolják azt a parcellát, kihoztuk így a síremléket, és a maradványait pedig exhumáltuk. Ott volt a kivételnél özvegye is, és azután itt Nagytartsán egy kis fehér koporsóba eltemettük. Mi volt az utolsó szava? Több imádságot. Több imádságot. Ezt mondta az egymás után. Több imádságot. És aztán azt mondta, mindenkinek az életére Isten áldását kívánom. Tata és anya be vasárnap hozzá. És még ezt is megismerte, de akkor már nem tudott szólni, csak úgy mosolyogva intett neki. Mink a testvére volt a testvére. Azzal mentem oda, hogy most valami segítséget kapok. És hát ott látom meg, hogy végelményben én szinte a haldoklótól kapok egy segítséget, de akkor is kaptam tőle, ezt mindig éreztem, hogyha az Aldának a közelében voltam. És nem csak én, hanem a testvéreim. 50 éve lesz ennek az esztendőnek az adventjében annak, hogy Gáncs Aladár elköltözött a földi életből. Én is gondoltam már rá az elmúlt napokban. Engedjétek meg, hogy éppen a halála legyen kiinduló pontom. Kezemben tartom a berlini naplómat. A szíve ölte meg. Az a szív, amelyet teljesen szétosztogatott köztünk. És tulajdonképpen az Istennek adta oda. Ha egyszer megírják az evangélikus egyház 20. századi történelmét, akkor Gáncs Aladárnak a nevét vastag betűvel kell kinyomtatni. Ő volt elindítója a 20. századi magyar evangélikus ébredésnek. És pedig azzal az egyszerű kis ima közösségi vezérfonallal, amelyet ő kezdett el szerkeszteni, és amelyik minden hónapban egyszer jelent meg, és bennünket ima órára gyűjtött otthonainkban. A háttérben ott volt, ő hívta ezeket az embereket, és a levelezésbe körülbelül a direktívákat megadta, hogy mit szeretnénk hallani. Gáncs Aladár kettős örökséget hozott magával, kettős ároni családból származott, a gáncsok is, és a tataiak is, századokon át lelkészi, még pedig magasan kultúrált lelkészi szintet képviseltek, és ő prototípusa annak, hogy egy inkább esztétának induló lelkész vagy teológus hogyan vált az ébredésnek az eszközévé. Amit egyik másik nagy konferencia csoportképén látunk, középütt a székeken ülnek a számottevő egyházi személyiségek, a lábuknál ülnek gyakran a teológusok vagy fiatalok, körben pedig a konferencia részvevői közt, mint egy megbújik Gáncs Aladár, mintha nem ő volna a motorja az egész konferenciának. Ilyen alázatosan, szeliden, nem magát mutatóan tudott munkálkodni. Nemrégiben a családban az unokáknak a szentelésekor elhangzott, hogy a hetedik nemzedék, a Gáncs Péter, meg hát lényegében anyai ágról milyen kis. Az ő szülei merre voltak lelkészek? Ide csak a Fehérváron volt lelkész, de az ősei visszalebbi Mária Teréziáig onnantól kezdve vannak evangélikus lelkészek a család. Fehérváron kalózó, igen, volt megyeháza, volt régi megyeháza. Igen. Most hallom, hogy már megszűnt. Mint a Lóhia is, és a külön elkész lakásban.
Ez is annak az udvara, ugye, ennek a lelkész lakásnak. Igen, ez volt, ez a emeletre, itt oktunk. Igen. És a templom az hol volt? Itt mellett ez a templom. Mellett az volt mindjárt templom is. Itt láttam egy olyan rajzot, hogy templomot építenek, egy templom tervrajz. 17. században a megyeháza volt. 1872-ben vette meg az egyház az épületet. A földszinten később ezt a helységet imateremnek, templomnak használták. Fönt volt a lelkész lakása. Később azonban, az utóbbi időben itt volt a lelkész iroda, bibliaórákat itt tartották. Ez az a szoba, ahol mi ketten születtünk Aladárral. Hát édesapám is ebben a házban született, úgy tudom, de hogy hol, melyik helységben, azt nem. És hát ez egy ilyen körülbelül 40 évig gáncsok kezén volt. Sőt, több mint 40 évig, 50 évig ez a parokia. Egyháza volt. 1872-ben vette meg az egyház az épületet. A földszinten később ezt a helységet imateremnek, templomnak használták. Fönt volt a lelkész lakása. Később azonban, az utóbbi időben itt volt a lelkész iroda, bibliaórákat itt tartották. Ez az a szoba, ahol mi ketten születtünk Aladárral. Hát édesapám is ebben a házban született, úgy tudom, de hogy hol, melyik helységben, azt nem. És hát ez egy ilyen körülbelül 40 évig gáncsok kezén volt. Sőt, több mint 40 évig, 50 évig ez a parokia. Gáncs Aladár született 1891. január 12-én Székesfehérvárot. Atya Gáncs Jenő evangélikus lelkész, aki 40 évig viselte e városban a Luther kabátot. Anyja Kistatai Tatai Vilma, szintén papi család sarja. A negyedik gyermek a házban. Heten vannak testvérek. Hát a Vilma nővérem az gyakran beszélt arról, hogy az Aladár az többféle filozófiai rendszeren átrágta magát. Szóval az egész családban úgy tartottak őt számon, mint a tudós fiatal ember. Elemi iskolája után átlépi a Cisztercie gimnáziumának küszöbét. Itt tesz érettségét 1910-ben. A teológiát a Pozsonyi Akadémián végzi el nagy tehetséggel. Mélyen belepillant a filozófia műhelyébe is, a művészi irodalom is érdekli, s nyomot hagy pompázó stílusán. Turóci Zoltán tiszakerületi, majd dunántúli püspöknek a személyes elbeszéléséből tudom, hogy amikor ők egy időben voltak a Teológiai Akadémián, akkor Turóci úgy ítélte meg, hogy ez a fiatal szolgatárs, lendő szolgatárs, ez tipikusan egy magas szintű, de inkább kultúrprotestantizmus megtestesítő személyiség. És akkor ő, akit már Isten szent lelke fölébresztett, és a hivatását mélyen átérezve krisztocentrikusan gondolkodott, ő személyes beszélgetések során, mégpedig nagyon mély, nagyon komoly lelki beszélgetések során tudta Gáncs Aladárt egész más irányba vinni, anélkül, hogy ő feladta volna azt a kulturális szintet, amellyel már eleve jött, hogy tudnilik Jézus Krisztus személyes elfogadása, Jézus Krisztuson való tájékozódás az egyház minden területén, és másoknak Krisztushoz való vezetése. Az egész ébredés, tulajdonképpen a lelki ébredés forrása itt van, hogy egy olyan krisztocentrikus teológia és olyan krisztocentrikus misszió, amelyik a liberális korban nem volt annyira általános. És ekkor a levelezésekből tudom, hogy milyen nagy átalakuláson ment keresztül ez a fiatal, magasan kulturált lelkipásztor, és egy olyan bensőséges Krisztus szeretet, és ugyanakkor egy olyan missziói vágy fogta őt el, hogy egész életét egy ilyen csendes, mély, bizonságtevő szolgálat jellemeztet. Eleinte csak gondolataimat írtam le. Minden vallomás, minden személyeskedés nélkül. Sokáig azt úgy gondoltam, hogy a témáimat fogom csak megrögzíteni, de
De később jöttek a forrongásaim. Azt éreztem, hogy az életem maga is, az élésem maga is eltevésre méltó. A felolvasott idézet apám teológus korabeli naplójának 255. oldaláról való. A naplót rajtam kívül és feleségemen kívül senki nem ismeri, anyám maga is félő tisztelettel respektálta, és nem is igen olvasott bele. Én azonban elolvastam 1968 táján, és óriási hatással volt rám, mert egy ismeretlen forrásra bukkantam. 1911-től kezdődnek ezek az írások, teológus éveiből, és 916 körül ér véget az anyag. Műfaját tekintve nem napló, hanem egy sajátos reflexiógyűjtemény. A címe az ezer oldalas írásnak ennyi, hogy hangulatok. Valójában az idézet szerint is egy sajátos műfaj, inkább reflexiókat fűzött a mindennapok eseményeihez. A reflexiók mögé nézni és a tulajdonképpeni történetet kihámozni nem mindig könnyű. Hogy milyen témákat ölel fel, ezt felsorolni nehéz lenne. Minden esetre látszik, hogy egy széles látókörű, minden iránt érdeklődő teológus volt, aki irodalom, zene, opera, színház épp úgy érdekelte, mint emberek, események. Egyik írásában például a pozsonyi tűzről ír egy költőileg is szenzációsan jó írást. Azután Balatonkenesén egy gyertyavilág mellett hosszan elmélkedik a gyertyafénynek a jelentőségéről, írt Tihanyról is. Azután, na itt van a híres, már idézett, emlékezett írása a Székesfehérváron a harangokról. Egyes, ez a harangok, ez miről szól? Ez hogy van? Ez a harang, hogy fehérvári harangok mennyire, ezt már elmondtam fehérvári anyagban is, hogy milyen hatása volt rá már 7 éves korában, amikor halottra harangoztak, és hogy oda rohant a keresztanyjához, mert megint temetnek, megint meghalt valaki. Később aztán azt is motiválja, hogy Fehérváron az minden templomnak más és más a harangja, és más az, hogy reggel, délbe vagy este szólal meg. Kérdés, hogy mikor kezdődik az ő lelkész elhivatása, elég nehéz. A naplót ilyen tekintetben olvasva némi meglepetést okoz, hogy az ezer oldalas naplónak az utolsó szakaszában látszik csak az ébredés nyoma, és azt, hogy Túróczi Zoltán hatására többek közt egészen komoly változáson megy át. Előzetesen a célja az, hogy nem is annyira pap legyen, mint inkább író, filozófus, költő, gondolkodó. Konkrétan egy nagy Jézus regényt akar megírni, külföldi ösztöndíjas útra készül, ahol hát tudományosan képzi magát tovább. A naplóból, hát mondjuk már a későbbi szakaszokból érdekes egy beszélgetés, amit a 482. oldalon sógorával folytat, aki egy ateista gondolkodó volt, és arról beszélgettek, hogy miért van szükség a papokra, tehát a lelkészi munkára. Itt már ő tudatosan, elhivatásosan beszél a papi szolgálatról. De a döntő fordulat, pontosabban az új hangvétel nem annyira nagy naplóba jelentkezik, mint inkább két későbbi füzetbe. Legfeljebb még azt említeném meg, hogy itt egy csodálatos szép imát találtam, a valamelyik születésnapjára írta a napló vége felé, ahol már nagy hálaadással beszél arról a világosságról, amit kapott Istentől, és ez a hang már egészen egyezik a későbbi Gáncsadán hangjával is. A naplók időpontjain
túl, viszont érdekes az is, hogy hol Pozsony, hol Székesfehérvár, hol Kemenesemasi, hol Celldömöl, tehát ahol éppen járt. Elsősorban apámnak fiatalkori teológus éveihez kapcsolódik, itt töltött a nyarakat. Nagyon vonzó volt számára az a könyvtár, amit az ő nagybátyának, Tatai Lajos Esperesnek a könyvtára volt, és nyaralásának nagy része az abból állott, hogy itt olvasgatott, de egyúttal unokatestvéreivel beszélgetett. Az egész Bakony Tamásinál lényeges a Tatai Sándor írónak, nagybátyánknak a regényei könyve, amelyek ezt a témát újra meg újra előveszik. Így ezekben az egyik nagyon híres trilógiában a Simeon ház első kötetben például ebből a házból indul. A teológiai előtanulmányok és a Bibliából való együttélés után az Aladárba, hogy mondják, ott Bakony Tamásin történt egy ilyen drámai jellegű megtérés. Elment valamiért a úgynevezett keserves boltba. Visszafelé jött, akkor egy híd volt, a hídhoz odament ő, mert a hídon valami legények ültek, és a legényekkel akart beszélgetni, és ott szembe találta magát egy feszülettel. Ez a feszület, amit bokrok és virágok vettek körül, hogy ő az egyszerre megvilágosodott, sőt, mintha a bokrok lángoltak volna körülötte, és akkor ő majdnem elájult, a kezéből kiejtette a kannát, és attól fogva, hogy visszajött, attól fogva, hát ő mondta mindjárt azon az estén, hogy ő teljesen az Istennek fogja szentelni az életét, és csak ezzel a területtel foglalkozni, mert ez az ő világa. Október 23-án avatják lelkészi Budán a bécsi kaputéri templomban. Komáromban kezdi segédlelkészi működését. Innen rövidesen atya mellé kerül Fehérvárra, majd örökébe lép 1916. szeptember 3-án. Fehérváron Katonénivel beszélgetünk. Pontos nevén Bényi Józsefné Horváth Katalin. 15 éves voltam, amikor találkoztam ott a konferencián ő vele, és annyira megragadott az az ige, hogy jöjjetek én hozzám mindnyájan, kik megfáradtatok és megterheltetek. És megindult egyúttal egy egész hatalmas lelki munka, mert ide lejártak a teológusok is, mert mindenki a Gáncs Aladárt akarta hallgatni. Azután jöttek le a betánisták is, és akkor a Turóczi Zoltán püspök úr is. A székesfehérvári lelkészkedése alatt ismerkedett meg nagyomával? Igen, igen. Igen. Nagyomá is ott lakott Székesfehérváron? Nem, Pesten laktam. Pesten konferenciál, betáni konferenciál is meg. Igen. Pár éves Sárdánon jártam, én 80 éves asszonyos hívtak el, aki beszélni akartam, és elmondta, hogy ide járt templomba. 20-as években, apám idejében cseléd volt, és egyszer is nem volt ülőhely, ő állt. Apám bejött, nem tudott, hogy kicsoda, ki nem, eltűnt, hozott egy széket, és leütette ezt a fiatal lányt. Azóta is sírva meséli, hogy életében ilyet még nem tapasztalt, hogy valaki egy széket adott neki. Tehát megmaradt. Akkor még nagyanya élt, az ő édesanyja, és hát dolgozott kinn a konyhába vasárnap reggel, és ide volt a szobában, nagy szobában letéve előkészítve az ünneplő ruhája, hogy majd abba megy a templomba. És édesapához bement az irodába egy szegény asszony,
kért valami segítséget. Ő gyorsan beszaladt, meglátta ezt a ruhát, odaadta. Úgyhogy mire nagymama jött, hogy föl akarta volna venni, már nem volt. Szóval ez is egy jellemző dolog volt, hogy mindent odaadni. És nagyon a szív és a szeretet volt. Pilis Csabának került a Fébé Diakonisza Egyesületbe. A Fébé Diakonisza Egyesületbe került először? Annak kellett, megalakult a Fébé és a Telekész Kerestek, és aztán ő rá gondoltak, már ismerték, és meghívták titkárnak, és aztán is lelkészülök, és 1925 szeptemberében mentünk ki Pilis Csabára, Béterbe. Igen, 1925-ben volt Főbe, ez. Jött a Fébát. És ott mennyi ideig volt körülbelül? Tetszik arra még emlékezni itt kint? Pilis Csabán 25-től 29-ig. Igen, szeptember 25-én elbúcsúzik fejjel. Már 5 évig. Igen, 29-ig, igen. 26-ban Vételben a nyári teológus lelkész konferenciát indít. Igen. Volt már előtte is ilyen teológus konferencia, vagy ez tényleg úgy kell érteni, hogy akkor indult kezdte, el? Igen, ő kezdte. Ő kezdeményezte. Igen. Ez volt tulajdonképpen a diakoniszáknak az otthona. Itt volt hálószobájuk is, de volt ott egy másik épület, az volt az Emmaus, abba is laktak. Azután följebb, itt laktunk ebben a Bétel nevű épületben, azon a végén. 1929. szeptember 12-én avattak fel lelkésznek, több megjelent Gáncs Aladár a deáktéri templomban, és a végén átölelt, és ahogy szokták mondani, Isten áldását kívánt az életemre. Ugyanakkor átadott nekem egy bibliai jelző kis cédulát. Ezt a cédulát azóta, 56 év óta a Bibliámba tartogatom, és nagy szeretettel tekintek mindig rá. Ahogy az ő szívének a központja Krisztus keresztje volt, egy ilyen cédulát is adott, amelyre az volt írva, még az életem sem drága nékem, csak hogy elvégezhessem az én futásomat örömmel, és azt a szolgálatot, melyet vettem az Úr Jézustól, hogy bizonságot tegyek Isten kegyelmének evangéliumáról. És azután a túloldalra azt írta, hogy a szószéken minden szó felesleges, amit nem Krisztus keresztjéről hirdetünk. Aladár a nagyon kedves, szelíd, Istenhez hívogató természetével gyűjtött minket konferenciákra, és így az első lelkész teológus konferencián Pilis Csabán én is részt vettem. Ott hívott be az ő lakásába, és nagy szeretettel kérdezte meg, hogy hiszem-e a bűneim bocsánatát. Jézus szeret, és ez a szeretet hív engem is. Letérdeltünk, hirdette nékem a bűneim bocsánatát, és együtt imádkoztunk azelőtt a sezlon előtt, ami a két ágy előtt volt. Lelkész konferenciák, teológus és lelkész konferenciák szervezése is az ő kezébe volt, mint Fébe lelkész, ő saját teológiai képzésére is súlyt helyezett. Így mert ő abban az időben ezt az első nagy előadását megtartani Barth Károlyról. Senki, még professzorok, a teológiai professzorok se tartottak róla előadást. Ő a Pilis Csabai konferencián ezt az előadást tartotta meg. És fönntartotta a teológusokkal a kapcsolatot. Én nem tudom, hogy hogyan találta meg az utat a fiúkhoz, de hát ahogy én hozzám megtalálta egy ilyen konferencián, elmentünk egy-két percre sétálni, és ő hamar megtalálta a szívekhez az utat. Teológusoknak segítséget tudott adni tanulmányokban,
könyvekben. Értesíteni, mint úgynevezett száraz káplán, akkor megkérdezte, van-e Luther kabátom. Nem volt még, és odaadta az ő régi kabátját. Engem ez annyira meghatott, nem tudtam elképzelni ilyet. De hát ezeken a személyes élményeken túlmenően is az ő személye mindenki számára az alázatos szeretetnek a mintaképe volt. Én nem tudok... Konferenciákon sokszor találkoztunk, és nagyon nagy művészettel és ügyességgel tudta ő az embereket bevonni a munkaközösségbe. Ha ő valamit eltervezett, mint a gyermekmunkát a misszióba, akkor ahhoz embereket gyűjtött. És így ezek az emberek tőle kapták az irányítást és az anyagot hozzá, és a szervezésnek az örömét is, és a lelkét. Ő maga sokat dolgozott, nagyon sokat levelezett, és utazott is ebben az ügyben, a missziónak az ügyében, és főleg a baráti mozgalomnak is az ügyében. A baráti mozgalom tulajdonképpen a munkás csapata volt a misszióegyesületnek. A feladatunk épp a missziónak a munkája volt Magyarországon. Ő alkotott, hogy tudjuk, mi célja van ennek a mozgalomnak, és amely olyan gazdag, hogy az egyház mindenféle munkásságát felölelte, az akkor már megvolt. De azért nem volt ez józantalan. Noha nagyon szerte ágazó volt, és nem is valósult meg abból sok minden, de mégis a valóságos, reális helyzetet vette alapul. Minden konferenciának a fókuszába ezt állította, az ébredést. És hát kiébreszt Jézus Krisztus és az ő szent lelke. A konferenciák is így voltak összeállítva. Nem kell más mondani, mint Turóczi Zoltánt, aki nagy beszédeket tartott, ha így szabad mondani, ébresztő beszédeket, lenyűgözött a székre szögezett valósággal, és olyan beszédei vannak, amelyeket ma is el tudok mondani. Láttuk ahogy özönlött, ahogy jöttek az emberek, mint ahogy Jézushoz is, úgy jöttek a konferenciákra mindenhonnan az országból. Konferenciának a tervét, kidolgozását, a programját első betűtől az utolsóig azt Gáncs Aladár írta. Missziói lapunk, egy nagyon szép missziói lapunk volt, ahová nem is mondtam azt, hogy hát ezt a lapot elejétől végig ő írta. Inkább a lelki beszélgetések. Nagy előadásra én nem is emlékszem, hogy ha volt, akkor azt ő leírta, felolvasta. Ő nem nagy előadó volt, így a mondani valója, egy kis ilyen kancelltónja volt, ilyen éneklő hangon, ha prédikált, akkor ezért sokan nem mondjuk kedvelték, mert ilyen, de a tartalma a beszédnek olyan mély, sokat mondó volt, hogy az ember abból hát okvetlenül sokat. Az is kérdés számomra, nem tudom, hogy van-e már elég történelmi távlat ahhoz, hogy nyíltan beszélgessünk arról, hogy eljött a FB-ből. Kivált onnan, hogy itt mit tudunk, mit látunk itt, csupán személyi dolgok voltak ezek, vagy ez a fejlődés volt az, ami őt onnan elvitte, vagy az ő személyi problémái? Mind a kettő voltak személyi kérdések is, nem ő ellene irányuló, sem pedig neki mások ellen irányuló, hanem belső feszültségeket magával hordozó tényezők voltak a FB-ben. Ennek a története éppen most van megírás alatt az egész FB Diakonisza Egyesületnek, amely később Culaff Henrik vezetése alatt áll. De ugyanakkor meg vagyok győződve, hogy az ő későbbi hitoktatói és lelkipásztori tevékenysége, ez már egy fokkal magasabb
irányt is vett célba, hogy tudnélik mindazok, akik nem csak a szűk közösségben, hanem például a iskolában, akik diákjaivá válnak, hogy azok mind tudjanak valamiképpen egy magasabb fokú keresztény erkölcsiséget, de legfőképpen egy tudatos keresztény hitet elsajátítani. Az akkori egyház vezetőség, gondolok itt éppen Rafaira, aki mondjuk egy markáns, szinte ellentéte volt megjelenésre és Gáncsaladárnak, aki egy szelíd, mindig félrehúzódó valaki volt. Maga Rafai püspök, meg az egyházat mit szólt ehhez? Hogyan viszonyultak ehhez? Hogyan látjuk ezt? Talán azt lehetne mondani, hogy az egyes egyházkerületekben más-más volt a viszonyulás az ébredés reprezentánsai irányában. Tudnék, volt egy elég szélsőséges pietizmus is, és egy elég befele zárkózó közösségi mozgalom is abban az időben. És több olyan később nyitottá váló személyiséggel eleinte problémája volt a püspöknek, Rafai püspöknek is, Kapi Bélának is, és a többieknek is, akik kezdetben csak egyesületi keretben és csak a belső lelki élet vonatkozásában gondolkoztak. Tehát az egész egyház gondolatköre az még távol állt tőlük. Példát lehetne mondani arra, hogy az ilyen csupán befele forduló emberek éppen a közegyház szolgálata fölismerése révén egy egész széles körű szolgálatot tudtak végül is vállalni. Gondolok akár egy Podolinszky Pálra, aki szintén a Betánia Egyesületben kezdetben a közegyháztól még elég messze eső ember volt, és lett belőle egy kiváló teológiai tanár és ökumenikus egyéniség. De most elsősorban Gáncsaladára kell gondolnunk, aki szintén Betánia, majd Fébé, evangélikus, tipikusan evangélikus kegyességet képviselt, és akár korábban már hite jutott lelkipásztor korában Székesfehérváron, akár pedig később hitoktatói munkájában, mindvégig ezt a tudatosan ébredési, de teológiailag nagyon megalapozott kereszténységet képviselte. Tehát ki tudott jönni abból a szűk látókörből, amely csak a egyén lelki életével és üdvösségével foglalkozott, de mégis ezt tartotta alapnak, csak kiszélesítette oda, hogy ennek az egész egyházat és az egész társadalmat át kellene hatnia. A munkát ő hivatásbelileg is végeztem, hisz hitoktató volt, alacsony iskolákba is tanított, ilyen kis gyermekeket tanított, és páratlan szeretettel, gyermeki lelkülettel tudott lealázkodni és lekicsinyedni a gyerekekhez. Ez a művészet, ez nem adatott meg mindenkinek. Ő tudott gyermek lenni. És ez a gyermeki lelkület magyarázza azt, hogy ő az osztályán úgy ült az órán, a hitoktatói órán, mint egy édesapa gyermekek között. Úgy rajongtak, úgy süngtek a nyakába Aladárnak a gyermekei, a tanítványai, akik megszerették őt, és osztályon kívül is, órán kívül is ragaszkodtak hozzá, elmentek hozzá. Missziói gyermekszövetséget is megszervezte. A dunántúli programba, belmissziói programba, ott volt egy rész a missziói gyermekanyag, ami minden lelkész megkapott, és föl tudta használni a gyülekezeti munkába. Tehát ő gondoskodott anyagról. A konferenciákon mindig be volt állítva a gyermekmunka. Olyan lelkészeket, nőket, férfiakat kért meg, akik a konferencia ideje alatt a gyermekekkel foglalkoztak. Nem csak vasárnapiskolai módon, hogy igét, hanem azt az igét úgy, hogy az missziói ige legyen. Vásároltuk és kértük és kaptuk ingyen is, meg pénzért is, a használt bélyegeket.
ezeket ő leáztatta a gyermekekkel arról a papírról, és gyűjtötték és kötegelték százanként az egyfajta bélyegeket, amiket értékesítettünk, és abból a fillérekből jött össze egy bizonyos összeg, amit missziói gyermekmunkára, vagy pedig hát Kunsztirénnek tudtunk kiküldeni. Napjaiba, az utolsó napjaiba följött hozzám, és a Kunsztirén könyvet mutatta meg. Vitte éppen a nyomdába, és hát megjelent, nem tudom, hogy ő még olvasta-e Kunsztirénnek a könyvét, de nagy örömmel vitte a Betánia nyomdába, de nagyon nehezen, egészségileg. Mi a család is segítettük őt ebben a munkájában, mert édesanyám gépelte mindig, amiket írt, mert volt több teológiai tanulmánya, meg ehhez hasonló dolgok, kis füzetek is jelentek meg tőle. Ezeknek a gépelése az mind édesanyámé volt, és neki diktált mindig. Azután például minket is bevont ebbe a munkába, főleg a külmisszió nagyon szívügye volt szintén, és ott hát staniópapírt gyűjtöttünk, minden csokoládépapírt el kellett tenni és összegyűjteni, és bélyegeket gyűjtöttünk, és segítettünk, amikor a körleveleket kellett expediálni, és akkor ugye bélyegeztük meg ilyeneket. És nagyon kedves emlékem az, hogy utolsó prédikációjára, amikor mentünk az istentisztelet, a Gyarmat utcába prédikált, december 1-én, advent első vasárnapján, és én vittem a Luther kabátját. És olyan boldog voltam, hogy így. Beteg ágya mellett? Igen. Betesdába vitték el 1935. december 8-án. A szerdától vasárnapig otthon volt. December 2-án. Még nagyszabású előadást tartott. Igen. Mondom, szerdán, hát rosszul, a december 5-én. Igen, 8-án bevitték vasárnap. A kórházba, és 11-én halt meg. Másik szerdán. Fiatalon halt meg, mindössze 44 éves volt, telve álmokkal, tervekkel, munkavállalással és végzéssel, apró gyermekeket hagy itt, fiatal feleséget, borzalmas az emberi szív számára. De az én hitem nem rendül meg. Ez az ember elvégezte azt, amit az Isten rábízott. És mivel sokat bízott rá, ezért volt neki mindig minden olyan sürgős. Utoljára emlékszem, a Deák téri falépcsőkön találkoztunk egymással. Kiléptem az ajtón, ő vánszorgott fel a nyikorgó lépcsőkön. Megkérdem, ilyen lassan? Mosolyogva bólintott. Ez volt a felelet. Úgy képzelem el, hogy ezzel a mosollyal aludt is el örökre. Thank you.